A most következőkben Orgoványi Anikó a himnusz megfestőjének előadását láthatják. Kedves vendégeim, sok szeretettel köszöntöm Önöket itt az Augusta Szelén Nemzeti Történeti Emlékparkban. Orgoványi Anikó festőművész, költőnő, előadó művész, himnusz című kiállításának vendégeként. 2012-ben egy rádióinterjúban én azt mondtam, hogy az Augusta Szelén Nemzeti Történeti Emlékpark nem csak a múlt bemutatásának színtere, hanem igenis helyet kell adnunk a kortárs művészeknek is. Hiszen az emlékpark egyik fontos küldetése a nemzeti identitás megtartása és a nemzeti identitás növelése. Ennek erősítéseként én azt gondolom, hogy nem csak a múlt értékeit kell bemutatnunk, hanem igen nagy szükség van a jelen, a kortárs alkotó művészek üzenetére is. Ezért határoztuk el, hogy Szent Mihály napján, a magyar népéletben oly fontos jeles napon, nem csak a régmúlt elfeledett hagyományait, hanem a jelen üzeneteit is a látogatók elé tárjuk. És ebben volt a segítségünkre egy határon átnyúló pályázat, amely lehetővé tette, hogy ma ingyenesen nyissuk az emlékpark kapuit, és ezt az üzenetet minél több embernek átadjuk. Orgoványi Anikó a Bécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen szerzett bölcsészettudományi diplomát. A 80-as évektől kezdve publikál, számos verses kötete jelent meg, novellákat is ír, illetve sok könyv illusztrációjával is találkozott. 2010-ben kezdett hozzá a himnusz megfestésének, Kölcsey Ferenc és Erkel Ferenc születésének kerekétfordulóján. Orgoványi Anikó a himnusz képi megjelenítésében honfoglaláskori jelképrendszert is felhasznál, amely mondhatjuk méltón tükrözi a nemzeti romantika korát, amelyben a himnusz is keletkezett. Talán nem túlzás azt mondjuk, hogy a művésznő maga is egyfajta modern, romantikus szemlélettel alkotta meg a 10 tábaképből álló olajfestmény sorozatát. Elhivatottságát mi sem jellemzi jobban, hogy elsajátította a Kölcsey Ferenc kézírását, és így feliratozta a képeket. De most engedjék meg, hogy átadjam a szót Orgoványi Anikó művésznőnek, hogy mutassa be a táblatot. Köszönöm szépen az igazgatónak a felvezetést, elég sok mindent elmondott, úgyhogy ezt már nem ismételném. Inkább csak talán az, hogy mi indított meg arra az útra, hogy megfessem a himnuszt. 2010 környékén röppentek föl megint olyan hírek, hogy a himnuszok egy kicsit szomorú, nem eléggé induló szemű, egy kicsit elavult, és akkor eszembe jutott Kodály Zoltán mondása, amikor őt felkérték, hogy írjon egy új himnuszt, azt mondta, hogy minek jó ez a régi. Én is így gondoltam, hogy jó nekünk ez a régi, annál is inkább, mert ez valóban nem induló, hanem ez egy ima, ez a nemzeti imánk. Ebből a szempontból valóban nagyon különleges, kevés ilyen mondanak. Amikor végig gondoltam, hogy milyen legyen a himnusznak a megjelenése, akkor arra gondoltam, hogy a háttér az talán legyen ez a meleg borduló, bársőszerű anyag, és a színoldalhoz leginkább talán a Szent Korona ünneme. Ezért valóban így volt, hogy megtanultam költségben ezt a kézírását, és ezzel felöltöztem a képeket. Nem tudtam szóra személyenne másolni a kézírást, nem is akartam. Azért nem, mert mindegyik képbe, középbe belekerült egy díszítő elem. És emiatt a kézírást meg kellett szakítanom két felé, méghozzá úgy, hogy a felső és a legalsó sorokban nyújtanom kellett, a
némely sorok szorosabban vannak, némelyek pedig egy kicsit elnyújtva. A középen lévő díszítő elemek pedig, valóban így van, hogy az igazgató is elmondta, a legtöbbje honfoglaláskori női hajfonat korong ornamentikát tükrözi. Az első verszaknál még mindig a Szent Koronát láthatjuk, de felülnézetből. Azért élik nagyon a sorba, mert a női hajfonat korongokról én úgy gondolom, hogy ezek mandalák is egyben. Nem tudom, hogy mennyire ismertek önök előtt a mandalák. Erről csak röviden annyit szeretnék mondani, hogy ez egy nagyon ősi meditációs eszköz, aminek a segítségével az emberek megpróbálták leképezni a világegyetemnek a szerkezetét, a teremtést magát, és a meditáció során kapcsolatba kerülni az univerzális energiákkal. Jungnak a könyvét olvastam, könyveit, hogy hogyan gyógyítja a pszichés betegeit, és amikor a Mandala című könyvéhez értem, akkor értek nagy meglepetést. Sorrendben a harmadik képen láthatnak egy hajfonatkorongot, ez a tiszabői hajfonatkorong, amit értem szerint tiszabőt találtak meg egy honfoglaláskori női sírban. És amikor Jungnak olvastam a könyvét, és ahhoz a részhez értem, hogy leírja a mandala klasszikus szerkezetét, akkor nekem beugrott, hogy a tiszabői hajfonatkorongnak a szerkezete az tökéletesen megfelel ennek a leírásnak. Azt mondja, hogy a mandala közepén van egy pont, azaz abszolút közép, amelyik az energia áramlásnak a középpontja is. Ide gyűjtjük be a lelkünk közepébe érkező, univerzumban érkező energiákat, vagy pedig innen továbbítjuk szeretett energiaként a környezetünkre. Ezt követi a Szent Négyes Zártság, ami lehet a négy égtáj, a négy ősele, a négy pszichés rendszer. Majd pedig az egészet követi a lótusz virágbosszú, és az egészet lezárja a lábnyelvbosszú, ami a teremtésnek a hatalmas energiáját adja be. A lótusz virágbosszú is egy nagyon gazdag szimbólum, mi gondolhatunk a tanítósára. Lent a mélyben az alvilágban a mocsárvagyja kerezik, az elvilágban a vízben nyújtja fölfelé a szárát a világosság felé, és akkor felér a fényre, akkor ott teljesedik, mert ott nyitja ki a szirmait, és ott teríti ki a leveleit, tehát az a megérkezés, az már a felvilág. Most ez a tiszabai hajkorok, ez tökéletesen működik a felvilágnak. A következő kép az az esztergomi várban látható freskónak az egyike, egy nagyon ősi oroszlán ábrázolás, méghozzá nem az állatot ábrázolja magát, hanem egy szimbólumot, és onnan tudjuk, hogy ez több annál, mint csak egy ábrázolás, hogy olyan jelképek vannak rajta, amik felnevésítik erre az értelmezésre. Például a tomborán még látható forgó napkorong, a lábaim és a vállán látható pajzsok, és a mögötte látható életva, amelyik egy lótuszvirág ingáit készítve jutó életva is egyben, szinte jelezve azt, hogy itt egy reményteljes új ország képe bontakozik ki előttünk, ahogy a himnuszban is szerepel, hogy Árpád-hősi magzatjai felvirágozának, tehát itt ez az élet van, ezt mutatja. Következnek megint honfoglaláskori, honalapításkori hajfonatkorongok, eközül csak egyetemítenék ki, vagy emelnék ki különösebben a rakamazi hajfonatkorongot, ami jobbról számítva a harmadik. Ez azért nagyon érdekes, mert ebből kettőt találtak a sírban. Míg a diszapeiben csak egy volt, és a csontváz alatt fejjel lefelé fordítva, a gerinc alatt, ez pedig felfelé nézett, és itt a mellkorongban
másolatát. Látszik, hogy az ötvös megpróbálta a tökéletes másolatot elkészíteni, de nem teljesen sikerült neki lemásolni, egy pici eltérés van a kettő között, ezért látszik, hogy a második később kész. És akkor nézzük tovább, most már csak az utolsó képet érnék ki. Erkel Ferencnek is szerepe van a himnuszokban, ő zenésítette meg, méghozzá egy pályázati felhívásnak a eredményeképpen, és az utolsó képpel neki szeretnék emléket állítani. Középen látható a himnusz megszerésített kottájából egy részlet. És még csak annyit tennék hozzá, hogy elkezdtem megfesteni a szózatot is, úgyhogy remélhetőleg legközelebb már azt is ki tudjuk állítani. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Következő műsorszámunkban megtudhatják, hogyan készül egy háromdimenziós film. Jó szórakozást kívánunk! Szeretettel köszöntünk mindenkit! Két filmet fognak látni a kis bevezetőnk. Hát pár szóban szeretnénk bemutatni, hogy is készült ez a film, kik az alkotói, és milyen technológiával készült. 3D Fast csapat képviseli, Károly János kollégámmal, a csapat 6 évvel ezelőtt készítette az első filmet, látni fogunk, ez Budavára a középkorban. 6 egyetemista gondolta, hogy ott állandóan nagyon, és a saját tudásukkal, a saját szorgalmukkal és a saját kis kérdezett pénzükből megalkották a Budavára a 1990 című filmet. Ezt a filmek saját készítésű számítógép rendeléssel fejezték el, ami kb. 4 hónapon keresztül történt. Ez csak azért is mesélem el, mert 6 évvel ezelőtt ilyen sokáig tartott és jelenézés volt egy filmmel készítése. Pár mondatban nagyon izgalmas és álmatlan részletek voltak, hiszen történészekkel, grafikusokkal, szakértőkkel kellett egyeztetni, hogy minden egyes jelenet, minden egyes része hülyen ábrázolja a valóságot, és ne rugaszkodjunk el attól, amit a történelmében látható. A második film, amit látni fognak, egy nagyobb lélegzetvételű film, sokkal tovább tartott, 2 évig tartott az alkotóknak. Itt már egy 80 fős csapat áll a rendelkezésre, sikerült külső forrásokat szerezni. Ez a film átlőni a magyar történet legizgalmasabb és meghatározó ezer évét. Itt már kevés óriás alfős műszaki egyetemen végzett diáknak a tudása. Itt bizony be kell fogni olyan szakértőket és olyan történészeket, a régészeket, akik ennek a filmnek a színvonalát helyezte, amit majd látni fognak. Kérem, akkor hallgassák meg Kába Jánosnak kiállásait az egész 3D filmkészítésnek a lényeg részét. Technológiai dolgokról fogok leginkább mesélni. Ja, aki mostanában moziban járt, az vagy látta a filmben, vagy hallott róla, hogy a filmek igen jelentős részében számítógépes grafikákat látunk ott, ahol korábban maketteket, korábban felépített díszleteket láthatunk. A filmforgatásnak egy igen jelentős része az ma már ilyen zöld háttérrel zajlik, és a szereplőket úgy helyezik bele egy komputer által generált háttérbe, illetve környezetbe. Ennek a betörése a filmiparban a számítógépek fejlődésével lehetővé, és azt is valószínű, akinek érdeke van, azt tudja, hogy a rajzfilmek egy jelentős részét kiszorították ezek a komputergrafikával készült filmek, a Pixar Studio, Walt Disney, az ma már gyakorlatilag
ennek a profi technológiának a leszivárgása a otthoni számítógépek világába. Ha valaki nézett mostanában a játékprogramokat, akkor láthatjuk, hogy egyre valóságszerű képeket képesek a számítógépeink valósítőben előállítani. Ez a technológia folyamatosan fejlődik, látni fogjuk a 6 évvel ezelőtti filmben a képeket, a mozgásokat, és utána a 3 évvel ezelőtt készült újabb filmet, hogy a kettő között egy nagyságrendbeli különbség van képminőségben. Ami itt történik, elkészülnek számítógépes modellek, ezeket fölöltöztetik úgy, hogy a drótvázra ráhúznak felületeket, felületi mintázatokat, különböző fényeket elhelyeznek, a animátorok betesznek olyan figurákat, repülő madaraktól kezdve a lovakon keresztül a képekbe, amitől az egész megtelik élettel. Majd utána készítenek az egészről egy draft változatot, megnézik a snitteket, hogy nem takarják ki benne valami olyan, aminek nem kéne, minden rendben van, minden a helyére kerül a filmben, és amikor úgy látják, hogy ez így megfelelő lesz, akkor megindítják a számítógépeket, és szépen kockáról kockára a teljes részletességű képeket megrajzolják, és lementik a számítógépnek a háttértárjára. A 3D-s vetítéshez ezt a folyamatot ezt kétszer kell megcsinálni, ugye az emberi térlátás ezt túlnyomó részt a két szemünknek a távolságbeli különbségén alakul, tehát más nézőpontból nézünk a bal szemünkkel és a jobb szemünkkel, és ebből az agyunk összerak egy térbeli érzetet. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk mutatni a mozivászon, ahhoz arra van szükség, hogy külön a bal szemünknek, külön a jobb szemünknek elkészítsük ezeket a képeket ugyanarról a 3D-s modellről. Ha megnézzük egy ilyen szemüveget, ami az önök kezében van, illetve hogyha mindenki megnézi a szomszédjáival együtt a sajátját, akkor láthatják azt, hogy a két szemüveget szembefordítják egymással, akkor az egyik lukon egyik üvegen át lehet látni, a másikon pedig nem. Hogyha most szembe ugye szembe elé teszi, akkor látja, hogy az egyik szemnek a üvegével át lehet látni a másik szemnek az üvegén, de fordítva nem. Az önök feje fölött látható két projektor, és a két projektor elé el van helyezve egy-egy olyan szűrő, mint amilyen a szemüvegekben is van. A vetítővászon az annyiban különleges, hogy nem egy sima fehér vászon látunk, hanem egy aluminiumozott felületet. Ez azért kell, mert a polarizált fény a vetítővászon alapolárosan tegy vissza, viszont a fényfelületről ugyanúgy polarizálva merülik vissza a önök szemű felé, illetve a szemüveg felé, mint ahogy a vetítővászon. Amikor a szemüvegen keresztül nézik a vászon, akkor az egyik szűrőn keresztül kibocsátott képet az csak az egyik szemüveglencse fogja átengedni, a másiknak pedig a másik, és ezért van az, hogy ugyanarra a felületre tudunk vetíteni mind a két szemnek külön-külön képet. Pontosan ugyanígy működik a moziban a 3D vetítés, hogy a nagy moziban egy vetítő van, és van előtte egy olyan szűrő, ami másodpercenként 240-szer irányt vált. És a nagy mozikban valójában egy vetítőn keresztül az egyik szemnek való képet 120-szor fölvillantják egy másodperc alatt, és 120-szor a másikat. Ebből semmi virgálást nem látunk az ég alatt a világon. Ugye a moziban 24 képkockát vetítenek ki egyébként másodpercenként, és így aztán 5-ször az egyik oldalt, 5-ször a másik fölvillantják egy képkockát egymás után. Ez a technológia ez egy kicsit más, itt szűrőkön keresztül két külön vetítővel történik a vetítés, de gyakorlatilag maga az élmény, ez pontosan ugyanúgy egy 3D-s kép lesz, mint amit a moziban a professzió.
kicsivel, ez nem annyira siet, mint az a mozi filmben beállító cég, akinek szigorúan megvan, mikor kell, hogy legyen a film bemutató, és addigra készen kell, hogy legyen. Ugye az első filmen különösen látszik az, hogy viszonylag kevés számú alkotó dolgozott meg, és még egy 6 évvel korábbi technológiával, aztán utána a második filmben látszik, hogy ott részben az élő munka is sokkal több, illetve 3 év alatt a számítási teljesítmény az nagyjából meg 4-szereződik, és ez a filmnek a minőségén, mozgásokon, tehát minden egyében is látható lesz. Én nem húznám tovább a szót, gondolom mindenki a filmre kíváncsi, inkább rám, úgyhogy nézzük meg. Most következőkben a Pálinka főzés múltja és jelene című kiállítás megnyitóját és az ehhez kapcsolódó előadást tekinthetik meg. Kiállító részében igazából az előadó, hogy igazgató úr és a művészre megnyitott ezt a másik kiállítást, kicsit így nyilvánba szállt a bátorság, hogy milyen velős mondatok hangznak el. Hát én bizony ilyen komolyan erre nem készültem, az lehet a kicségem talán, a Pálinka fogyasztása már koromnál fogva is elég régen belefolytam. És hát csupa szép szavakat tudok erről mondani. Kezdhetném azzal is, hogy elkezdek így hát tudományos módon megközelíteni ezt az egészet, mégpedig a történetiség és a történeti néphez oldaláról. Tényleg csak két nagyon rövid adatot mondanék, és aztán majd inkább valamifajta személyes élményanyagra térnék be. Mikor is van tulajdonképpen Kárpát-medencében az első írott említése az égetett szesznek? Ezt kérném szépen, az első, az Károly Róbert királyunk feleségének, Erzsébet királynénak kapcsán jegyzik le, hogy ő a viszeres lábait úgynevezett aquavitével, ez latin életvize lenne. Egyébként Skandináviában mai napig is lévő szerint Norvégiában nagyon ismert tömény szesz az aquavit, hogy ez onnan jön az életvizéből, és hát akkor bizony ezt külsőleg kenegették vele a lábát, tehát erre használták. A következő említés, az egy jó évszázaddal későbbi, és az a mai felvidéken Bártva városában volt egy olyan említés, hogy a égett bor főző üstök mellett lévő illetőknek ilyen-olyan javadalmat adtak. Itt is ugye a pálinkának korabeli neve az égett bor volt. Ez ugye arra utalhat, ezek tulajdonképpen borpárlatokról lehetett így szó, de mai napig ebből a konyakot főznek, tehát a konyak a neve ennek a borpárlatnak, amit előállítanak. Na most itt nagyon röviden még arról, itt a kiállításban, ami egyébként már egy nagyot hibáztam, mert azzal kellett volna kezdenem, hogy a két úri ember, akik ezt a kiállítást így végre hajtották, itt megcsinálták, mindenhol, hogy szép magyarsággal fejezem ki magam, dr. Mód László néprajz kutató és Szanka József magánygyűjtő volt az, aki tulajdonképpen ezt a kiállítást nagyrészt berendezte. Tehát mindenképpen köszönjük neki ezt a nagyon plasztikus, és hát igazából, hogy ők mondták, ez a végig a paraszti pálinka főzésnek, itt hát a mindenféle ügyes dolgait láthatjuk. Tehát ez végig ugye a pálinka főzés az is, hogy úgy mondjam, itt Magyarországon egy össznépi sport volt, és itt láthatjuk ennek végig így a különböző tárgyait. A legegyszerűbbtől a nagy vajling, ami egy fazékban van beállítva és alá a sparhetba tüzelnek, a vajling aljára volt állítva egy kis sárnél, és azon volt egy valami edény, és abba csöpögött bele a szesz, és hát ugye a víz az meg hűtötte le. Aztán itt láthatunk kuktából eszkábált, fabrikált pálinka főzőket, de láthatunk egészen speciális, például a második világháborúban a fronton két úgynevezett ágyú golyó hüvelyből előállított a főzőberendezést, az tulajdonképpen a hűtőtorony szerepét tölti be, ez a két rész hüvely, és hát igazából ez is azt bizonyítja, a magyar ember az ég adta világon mindenhol, a fronttól kezdve, fent a présházba is tudott pálinkát főzni. Az előbb, hogy említettem, hogy égett bor, ez a kifejezés
Erdélyben egészen legutóbbi időkig fennmaradt, hogy a pálinkát égett bornak hívják. Ajánlom még a figyelmükbe ezt a sokféle pálinkás üveget, pálinkás poharakat. Itt a 18. századi hútás üvegektől kezdve, ami kézzel készített vastag üvegektől kezdve egészen a legújabb, hogy fütyülős barack pálinkás üvegig tulajdonképpen nagyon sok mindent felhamultattak. Nem is szaporítom tovább a szót, mert igazából a pálinkáról, mint az előbb valaki megjegyezte, tehát nem beszélni kell, csak annyit tudom, hogy egészségünkre és kocintani véle. Én most megkérem a kollégát, aki majd így ismerteti a további menetrendet, hogy itt mi fog majd következni, mondja ezt el pár szóval. Én nagyon köszönöm a figyelmüket, és mindenkit arra kérek, hogy egész nyugodtan nézegessék meg itt akkor ezeket a kiállított tárgyakat, poharakat, üvegeket, mert biztos, hogy aki fogyasztott már pálinkát életében, az bizony nagy örömmel nézegetheti ezt a kis kiállítást itt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok, és akkor következik a kollega, aki majd mondja a további menetet. Tisztelt vendégeink, nekem hálás feladat jutott. Egyrészt szeretném bemutatni dr. Zámó Anita asszonyt, a Deszki Honpálinkaház ügyvezető igazgatóját, és hadd hívjam fel a figyelmet, hogy nem csak beszélünk a pálinkáról, hanem a Honpálinkaháznak köszönhetően elhoztak három párlatokat, azt meg lehet majd kóstolni. Aki szeretne pálinkát kóstolni, arra szeretném kérni, hogy előtte fáradjon át a konferencia terembe, mert dr. Zámbó Anita szeretne egy rövid bemutatót tartani, egyrészt a pálinka főzésről, másrészt pedig a saját pálinkaházokról. Köszönöm szépen, és akkor itt a konferencia teremben néhány percet fáradjanak át, kérem én. Örülök, hogy eljöttek, és nagyon örülök, hogy itt lehetek ezen a rendezvényen. Igyekszem rövid lenni, bár ez nekem a pálinka főzés és a pálinkáról való előadás kapcsán nem egy könnyű feladat. Célunk a Taumaszon tárgya 2005 alakult, de 2015-től kezdett el gyakorlatilag élelmiszeripari tevékenységgel és az emberi pálinka főzéssel foglalkozni. Azt, hogy miért tesz és miért szeret környéke, azt ez a pálinka tényként mutatja. Tehát ez itt mutatja Magyarországon a kereskedelmi működő kereskedelmi pálinka főztéknek a területi elhelyezkedését, és úgy gondoltuk, családi vállalkozásban dolgozunk, férjemmel, hogy itt a Maros és a Tisza találkozásánál egy pálinka háznak egy kereskedelmi főznének lenne létjogosultsága. A gombpálinka végjegyek, az gyakorlatilag az egész Európában Unióban elégettük pálinkára, ezzel is gyakorlatilag azért meg azt szerettünk magához, hogy hosszú távú terveink vannak, és ezt a pálinka és gombrendet szeretnénk felépíteni. Azt, hogy miért nehéz a pálinkát, mint rendet felépíteni, csak úgy annyit osztok meg önökkel, hogy azt mondjuk, hogy orosz vodka, azt mondjuk, hogy angol gin, skót whisky, mexikói tequila, akkor mindenkinek azonnal egyrészt forradtulag ugye kapcsolódik ezekhez a fogalmakhoz. A pálinkánál ugyanezt azért sokkal nehezebb elérni, mert minimum 20-25 gyümölcsből tudunk pálinkát főzni, tehát ez már eleve 25 különböző ízvilág, ami a termékből kikerekedik, és akkor ehhez még ugye nem tettük hozzá azt, hogy a gyümölcsből főtt pálinkánál ugyanúgy, mint a bornál, az évjárat, hogy hány napos óra volt azon a nyáron, tehát bizony a gyümölcs ízéből ez még visszaköszön. Tehát még a barack pálinka se egyforma, sem két egyforma évben, sem pedig különböző főzők főzdékből, ami kikerül. Tehát itt azért egy elég komoly feladat, hogy a pálinka fogyasztó társadalmat egy irányba tudjuk ízlésvilágba tudjuk terelgetni. A 2015-16-os évben gyakorlatilag az üzem kialakítása volt a feladat a jövedéki engedélyek megszerzése, az élelmiszerbiztonság hivatalnak való megfelelés biztosítása, és ennek az eredményeképpen ugye be tudtuk indítani a főzőt, ami egyben látványfőző is, tehát itt a pálinka előállítás folyamatát is, meg a főzés folyamatát végig tudják kísérni a vendégeik, akik ellátogatnak hozzánk. Jó, ahhoz, hogy ugye a látványfőzővel
megvalósítása kell ahhoz, hogy maga a termék a végén minden szempontból kívánatra legyen. A gyümölcs beszerzésének ugye meg kell találni azokat a forrásait, akik, hát hogy úgy mondjam, autentikusak, és valóban komolyan veszik a növényvédelemnek azokat a szabályait, amiknek az eredményeképpen nem marad vissza gyümölcsökbe semmi permetezésből, kémezésből, egyéb pedig kezelésből, vagy műtrágyászásból származó kémia marad, ugyanis ez a lefőbb állapa sajnálatos módon átmegy, és pármilyen hibát okoz. Mi nagyon szeretnénk elsősorban a környékről vásárolunk föl, igyekeztünk most már azokkal az emberünkkel stabilra építeni a kapcsolatunkat, akik tudják számunkra garantálni ezeket a gyümölcsök beállítási feltételeket. De ha de vannak olyan gyümölcsök, lássuk, amelyek nem Csongrád megye és nem Dél-Magyarország a legkedvezőbb környezeti feltételek, ennek ugye a vad és a bogyós gyümölcsök már a szentelt rákonya, amit kénytelenek vagyunk is az őrség nélkülméről felvásárolni. Ezeknél különböző kihívás az, hogy ezt a gyümölcsöt hogy szállítsuk be ide az üzemig úgy, hogy a szállítás közben a gyümölcsnek árosodjon. Állandó hőfokon kell tartani a szállítmányt, azt reggel kell fölvenni, mikor még a gyümölcs hideg, közvetlen a szedés után, és ugyanazon a hőfokon kell eljuttatni az üzemig, mert ezeknél a gyümölcsöknél kívül nagyon édúsak, a szede is, a mára is, képes úgy közben megindulni az elegedés. És hogyha megindul az elegedés a gyümölcsnél, és az nem szabályozottan indul meg, akkor az utána már cetrézési hibát okozhat, problémát okoz a cetrekezelésnél, és az bizony a pálinka azért utána kiérződik, tehát dohosságot, egy állott vízt lehet utána a pálinka illatán érezni. Amikor megérkezik az üzemünkbe a gyümölcs, akkor alakul, hogy megmossuk, hogy a földes mindenféle maradék eltakarítása kerüljön a gyümölcsről, utána magozzuk a gyümölcsöt. Mind a kettő nagyon fontos. A földel olyan méregek tudnak a pálinkába kerülni, amik utána népik is lelassan kimutathatóak és egy forgalomból kivonást eredményeznek. A magozás pedig a csontvírusoknál azért nagyon fontos, mert sajnos a gyümölcshússal nem így el a lányában a pálinka azt a mennyiségű magot, amit a csontvírus termék tartalmaz.
végtelenül tisztán, kontrolláltan, és a legmagasabb minőségre való törekvés mellett menjen végbe. A cetre kiküzdése, hát nálunk ez a folyamat teljesen képesített. Van egy teljes főzdék alatt egy pince helyiség, ahol állandó hőmérsékletet tudunk pillanatban biztosítani. Ott állunk a cetrét, illetve most már mellette fölépült egy belemelelhetett hűtőház, és ahol állandó hőmérsékletet tudjuk tartani 18-20 fokon. És ebből a helyiségből egy szivattyú, de teljesen zárt rendszeren keresztül a főzőcsúba a cetrét, 350 literes az az üst, amit mind is láttak, vagy a kis katalógus elején, tehát ebből föl tudunk szívni 350 liter cetrét a tartályból, a forrást követően, és akkor elkezdődik a főzés. Na most ez, amit én interjúpárlatnak jelenítettem meg, ez régen ugye a kisüzi technológiában még úgy hívták, hogy rézelje. Ez természetesen a leválasztási folyamatnál nem kerülhet bele a végtermékbe. Ez ugye a szertilacetátot és acetaldehidet tartalmazó kellemetlen, picit ilyen körömlaktalan só, vagy pedig nem hosszú szagú kellemetlen szag oldal. Ehhez nagyon jó úrú főzőmester kellett, hogy a leválasztásnál ezt el tudja használni, hogy honnan, hol van az a pont, akkor ő már úgy érzi a magasabb alkohol mellett, és nem könnyű feladat egyébként egy 80 fokos alkoholnál elhatárolni, hogy hol az napon már abban a legtöbb pályában nincsen benne ez a két nem odavaló hozzávaló. Amikor már úgy ítéli meg a főzőmester, hogy már nem talál benne zavaró illatot, ízt, akkor jön a középpályadat. Ez a legértékesebb rezultatára, tulajdonképpen ez az, ami utána a gyümölcsnek az ízét és a illatát visszaadja, és ez kerülhet utána először irigálatokba, pihentet utána pedig hígítva a palackokba. Amikor a középpályadat kezd el felölni, akkor jön egy utópályadat nevű, utópályadatnak nevezett folyadék, amit színnél kell választani, ezt mondták, hogy savanyú víz. Hát utalva ezzel valóban a szagára és a ízére, mert ez egy ilyen főtes szagú, olyan nagyon savanykás, nagyon üdös, és sajnos a párjuk a ízében olyan picit főt krumpli, vagy ilyen ofehér, picit ilyen talán kozmásabb felhangú illatot és ízt hozza bele. És akkor ezek az előpárlat, utópárlat, ez nem folyik át a szesznélőn, ez megy egy hűtőbe, utána megsemmisítésre kerül. Hát, hogy hívás a leválasztási folyamat, akkor szintén sajnos nem nyeri el a fogyasztónak a tetszését, és kereskedelmi forgalomból pedig kivonják. A lidik tárnyék a tárolása, szintén a pincébe történik, állandó hőmérsékleten, ez a középpárlat, ami értékes számunkra is balaszba kerülhet, ez egy 78%-os alkoholtartalmú folyadék, ez gyümölcsel állhatja, tehát ez attól függ, hogy miből főzünk, és attól függ, hogy a főzőmester hol mondja azt, hogy most már utópárlatként nem lehet tovább összefúrni a termékkel, de van, amit 80 fokon lehet leválasztani, sajnos olyan termékünk is volt, amit 68 fokon már el kellett kezdeni választani, mert a főzőmester a magas alkoholtartalmú folyadék az még azért nem az, amit a palackban, meg a pomárban öntünk, az egy erősen alkoholszagú, kevésbé illetes és illatos, pihentetni, érlelni kell szintén állandó hőmérsékleten, és közvetlen a palackozás előtt 3 fokonként hígítjuk. Tesztillált víz, szűrt víz felhasználásával végezzük el a hígítást, mi 3-féle alkoholfokra, 43 fokra, 51 fokra és 61 fokra hígítjuk. 5 centes, 2-es és 3-es és 4-es tisztelésekbe palackozunk. Azt, hogy milyen fokra hígítunk, az a 2 dolog dönti el, engedélyünk jelenleg erre a 3 alkoholfokra van. Van olyan tétel, ami elvége még a 61 fokot is, például a tavaly évben az Gésvei Ürvér szőlőbálinkák volt
nem neveznek hibának, mert a termék attól hibátlan, de nyilván esztétikailag azért nem azt várjuk egy párizától, hogy a pomadóban elvészerűen áttetsző legyen, hanem homályos. Ilyen értelemben azért ezt igyekszünk elkerülni, és akkor azokat a termékeket, amik már a 43 fokot nem bírják el, akkor azokat 51-es fokra hívítva palackozzuk. Hozott termékeinket díszcsomagolásba, díszdobozba is értékesítjük, két edzésből tudunk hármat egymás mellé rakni, három és fél edzésből kettő, illetve természetesen a félliteres palackoknak is van díszcsomagolása. Ami szintén ugye a pálinka gyártás módja jelenleg, hogy egyáltalán jövőképe kapcsán nagyon fontos, a pálinka fogyasztás kultúráját, én azt mondom, hogy a mai kereskedelmi főzdéknek népszerűsíteni kell. Tehát nagyon messziről indul, ahogy ez a megnyitóban is elhangzott. Ugye Károly Robert idejére visszamegy a desztillálásnak a története, de Magyarországon eléggé partikulálisan ugye a disznóvágásokhoz, a vadászatokhoz, tehát megvolt az a kultúrkör, ahol a pálinkának, a pálinka fogyasztásnak kiemelt szerepe volt. Azért a mai kereskedelmi főzdék, mindent a legkésőbb ez irányba mutat.
idén márciusban látogatóként vettünk részt Összegóba Prohányiák kiállításon, most 2019 márciusában reményeink szerint kiállítóként is ott tudunk lenni, mert akik az országos pályák és többek pályák a versenyen topálják, a kiválóság sankot ilyet nyertek, őket a minisztérium és a nemzeti pályákat tanács a magyar pályákos pályára meghívja vendégként, úgyhogy én gondolom, hogy illetve várom is ezt a meghívást, mert tavaly nagyon nem volt szó az, hogy így szemmel néztem a jelenlévő pályakatőrzőket, inkább azt mondom, hogy vágyakozva néztem, és tényleg tűztem, hogy a következő évben már bizony lehessük. Terveink között szerepel a jövőben a gyártásnak is a beindítása. Teljesen őszinte leszek, a gazdasági szempontok azok, amik kénytelenek ebben az irányba is elvinni minket, mert a pálinkagyártás ma Magyarországon, hogyha az valóban 100% gyümölcsből és valóban jó szabályoknak megfelelően történik, akkor ez nem egy jövedelmező üzlet. Rengeteg munka, hatalmas szenvedély, de nem jövedelmező üzlet, tehát ahhoz, hogy fenntartsuk a vállalkozást, újabb utakat is keresni kell. A Gmail is említettük már az András végét, ugye itt szokjénében kívánunk majd gint főzni, és hogy a családi vállalkozás keretei között maradjon az is. A nagyfiam 21 éves öveg dolgozik most is az üzembe, ő fogja ezt meg tanulni a családból, és akkor elindulunk ezzel az üzletággal is. A vállalhatóság kevét már megszereztük a főzésére, a végét oldalom bejelentése már megtörtént. És megkaptuk, hát a tanulás folyamata és a gyártás megkezdése az az, ami most van folyamatban. Amit még mindenképpen a pályánkra fogyasztás kultúrájával kapcsolatban fontosnak tartok, vettünk egy saját vendéglátó egységet Szegeden, és ott szeretnénk egy kimondottan egy pályánkra éttermet nyitni, ahol mindenféle X-világot, tehát olyat is, hogy azért a közízlés által nem annyira ismer, különböző berkenyefajtákból, somókból, bodzából, kökényből, galagonyából, nasfonyából és sorolhatnám, de szeretnék a gyümölcspaletta teljes spektrumát megmutatni az érdeklődőknek, hogy megkóstolhassák, és igazából én ezt ilyen saját magam által célul kitűző dolog, hogy a pálinkáknak gyakorlatilag az eredője az a törköly pálinka volt. Tehát azokban az években, amikor még ugye dúltak a világháborúk, és azt megelőzően, hogy gyümölcs az élelmiszer volt. Tehát nem engedhette meg magának a társadalom azt a luxust, idézőjelbe, hogy összetesi tartkőzön belőle, hanem még hogyha nem is tudták, hogy egy frissen fogyasztanak, akkor is megvárnak, sírsalmas sajtnak és sorolhatnám eltébe. A szűkösebbtét időkre, tehát a törpöly pályánka volt az első, ami ugye már egyszer felhasznált szőlőnek az úpoli felhasználásából elindulhatott a pálinka gyártás. Én nagy szószólója vagyok a törpöly pálinkáknak, sajnos az elmúlt évtizedekben iszonyatosan lehet járatva, vagy nem is tudom hány egyre visszamenne le, tehát a törpöly pálinkához nagyon sok sztereotípia kapcsolódik a mai jelenben, nem fogyasztják olyan szívesen az emberek, én azt mondhatom, hogy csodákat lehet belőle kicsalni. Tehát fantasztikus, olyan törpölypálinkákat lehet most már azért kóstolni, amelyik majd hogy nem az olasz rabbákkal felveszik a verseny. Úgyhogy én most meg is köszönöm a figyelmet, és akkor annyit szeretnék meg elmondani, köszönöm szépen a részvételeket az előadáson, hogy a kóstoltatásra háromféle terméket hoztam, hoztunk egy alapálinkát, gyakorlatilag az egy üde, többféle almából kifőtt termék, amikor kóstolják, akkor az illata az nagyon fontos, egy édes és picit enyhén mustatályos illattal társul szájban, ugye lesz egy pici keserges íz, amit az alma héjának a viaszosságokhoz hozzátartozik a jó alma pálinka ízéhez. Tehát nem kivettem majd belőle, azért is mondom el előre, hogy amikor mi leülünk, akkor azt a keserességet sose szokott hibaként fölrúni, az alma termésnél ez a történet almánál jellemző, a viaszosságot igenis azt a kis keserges ízt, azt hoznak magába, ha csak nem lehántott gyümölcs.
második az egy tölköly. Egy fantasztikus finom trandi tölköly. Én ajánlom mindenkinek, és remélem, hogy megkóstolják. Fantasztikus illat, muskotályos, exotikus, fűszeres, parfümös illata van, hogyha egy életre nem számoltak még a tölköly válintával, akkor én kérem, hogy egyesét adjanak mindenki, és remélem, hogy onnantól kezdve másképpen fognak majd a tölkölyre gondolni. A harmadik tétel az meg természetesen egy az országos versenyutó pártnak a kiválóságot elért tétel, az egy szőlőmegy házasítás. A szőlő az egy fehér szőlő, alatt a szőlőből főztük ki, a meg pedig az egy sajmegy. És ennek a kettőnek a házasításából készítettünk üvegpálinkát. Összeállításakor nem mondhatom pontosan a receptet, 80% körül a szőlő, 20% körül a meg aránya a termékben, és ez azt hozza magával, hogy illatában is mind a kettőt picit ki lehet illatolni, a szőlőt is megyet is, és ízében is. Úgyhogy akkor már mindig megszoktam a kóstolóra, mindjárt összeszedjük itt magunkat a család, nagyfiú, kisfiú és én, és akkor töltünk ki ezekből a termékekből, és nem mondom, hogy ennyit az önöknek, és én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Kell egy jó természetfotóshoz címmel tartott előadás Daróczi Csaba, az év természetfotósa. Jó szórakozást kívánunk! Most Daróczi Csabának mi kell egy jó természetfotóshoz című előadását tekintetik meg. A művész úrról annyit érdemes tudni, hogy 1969-ben született Debrecenben, jelenleg Soltak kerten él és dolgozik, mint földrajz testnevelés szakos tanár. A természetfotózást 1992 óta műveli, és 1996-tól kezdve sorozatosan vesz részt, és hát többek között nyeri meg a rangosabb hazai és nemzetközi versenyeket. Például 2016-ban az év természetfotósa versenyen két darab első helyet, két darab második helyet, egy harmadik helyet, egy fődíjat, talán külön ilyet nem, de elég sok mindent megnyert az úriemberről, úgyhogy igazából át is adnám neki a szót, hogy fogadják sok szeretettel. Nyilván kudarcokból jöttek, hogy mitől lettek
körnek még a tudó. A legalsó két méterét nem világítja meg, szóval ez azért szerintem elég nem mindennapos látvány, tehát ekkor is föl kell kelni, kívánni, és nap kell tenni, más ott lenni. Ez egy kicsit képregényes szituáció, ugye hirtelen nem látjuk, hogy kikivel van a képen, de igen, látom, hogy kezdenek csillanni a tekintetek, hogy körülbelül mi van. Ez egy vaddisznó család alszik a zúzmarás nádasba. Ez egy drón felvétel, és első tesi órám előtt még szitalattam gyorsan egy ilyen zúzmarás reggelen, a szomszéd nádasba, és hát lám, mit talál az ember. Ugye, ha inkább a meleg szobát választottam volna, akkor most szegényezettünk volna ezzel a képpel. Hát ezt a news-tal sem minden nap találkozik az ember. Én is nem azért mentem, hogy egy news-tal fotózok az Árvány mezőbe, hanem csak kimentem egy kicsit, jól érezni magam a természetben, és hát lám egy ilyen vékán szemelő kerülő állat, és ilyen környezetben futottunk össze, úgyhogy szintén annak a eredmények, hogy minél többet kell szerepben lenni. A második szabály, hogy nem szabad ruskának lenni, minden fölszerelésünket magunkkal vinni, ami csak van. Mert sokszor olyan helyzetbe kerülünk, hogy kimegyek mondjuk tájképet fotózni, szép tájképet, gyönyörű helyet, és viszek egy nagy látószög objektívet, mondani, hogy úgyis sok utat kell bejárnom, minden cipeljek én itt ilyen nagy dolgokat, és lámán egy ilyen jelenetés elég akadhat, és ha nincs megfelelő teleobjektívünk, akkor hát bizony erről is lemaradtuk volna. Ezért a táskában mindig van egy ilyen kis pici 500-as tükörobjektív, fél kilós itt az egész, 20 centi, és ha úgy alakul, akkor gyorsan elő tudom venni, és ha egy ilyen szép jelenet adódik, akkor azt is el tudom hozni. Hát madarakat fotóztam egy lesátorból, és minek ilyen az ember madárfotózáshoz 180-as makroobjektívet. Tehát tényleg, oda jön a madár, és aztán még majd fotózom, mert nem fotószínű.
megcsinálom, hát éppen lelegeli a birka azt a virágot, vagy valamit, tehát sose biztos, hogy akkor meg tudjuk csinálni. Szintén ez egy ilyen szikes pusztának a fölolvadt felső sáros rétege, és akkor éjszak, amikor megfagy, akkor egy ilyen érdekes, mint egy égvilágot képződnének a felszínén a pusztának, és ugye ott van egy növény, aminek megzúzmálásod a levelet. Hát ez is egy nagyon jó téma volt, és otthon vettem észre, hogy hát jobb lett volna, jobban belekezel, mert nem végig éles, ezt sem tudtam megcsinálni. Hát most ezt le kell beírni, de szerintem azért el is elmondom még így a fűből. Jó, ez egy nagyon friss kép, kb. Két hete készítettem, egy szikes tóban. Ez is egy régi fotó, és a baktériumok, ahogy a nagy melegek voltak itt szeptemberben, a baktériumok nem elszaporodtak benne, és mindenféle színben pompáztak, és ahogy szárad be a szikes tónak a medve, úgy terjedett tovább. És hát legutolsó fényekben láttam már meg, és nem tudtam annyi képet csinálni, olyan kompozíciókat, amit szerettem volna. Másodott jött a hidegfront, az összeset kisökölte, és baktérikus lett, és ugye ez maradt ezzel kellett ellenfejlődöm. És valószínű, hogy ez ilyen formában már soha többet nem fog visszajönni. Lehet, hogy ilyen-olyan formában igen, de ez már elmúlt. Hát életem egyik legnagyobb, hogy mondjam, jelenete volt, amikor egy szajkó pár, ugye az erdei vitatómon, ingerelt egy kard. Tehát ilyet még tényleg nem is láttam. Ez etológia és egy érdekes megfigyelés volt, hogy direkt, mintha szórakoztak volna vele, és olyan közel mentek már a karvajhoz, hogy tényleg karnyújtásnyira, és a karvaj betámadta, azok mindig elmentek. És ezt 2,5 órán keresztül művelték a karvajra. Elképesztő. És hát ugye akkor egy olyan, nem lehet, hogy milyen közel jönnek hozzám a 200-as, 300-as objektívek fixek, és egyszerűen nem tudtam jól megkomponálni, meg ezt a gyors mozdulatokat lefotózni. És hát ugye beszereztem már egy olyan zoom objektívet, amivel ezt meg lehetett volna készíteni, de hát ugye ne fejezzem be a mondatot. A szerencse. Na hát a szerencse adja meg a savaborsát a képet. Amikor olyan dolgokat találkozunk, amit nem lehet kiszámítani, és olyan tényleg élet produkálja ezeket a képeket. Itt például egyik kedvenc kép, mert mondom, a 25 év alatt, 26 év alatt az egyik kedvenc kép ez a velebekről készített kép. Ugye természetfotós megkérdezte, mit szeretnék fotózni? Hú, oroszlán, kaffel, bivajt. Mondom, én velemet. Ugye, és a veléből is lehet olyan képet csinálni, ezek egy birka, vagy nem is egy bugacon készített a kép, lovaknak a karámján, maga a kerítésén, tehát a karámján. A porban fűröttek a verebek, egyszer felszálltak erre a létre, és az a hím verébe ez megrázta magát, a lemenő napnak a ellenfényébe, és ugye rá a tojókra, ez elég bukó, de csinálni vele, rá a porta csajokra, de ezzel ugye mintha megporozná ugye a hím a nőstényeket, tehát van egy ilyen átvitt értelmű és története is a dolognak, ez a cím, hogy megporzás. Nagyon szeretem, amikor egy kicsit így a képeknek van egy kis plusz tartalom benne, mind a mellett, hogy képileg is szerintem egy nagyon jó sikerült kép, és hozzá kell tennem, hogy nem ezt mentem fotózni, hanem előtte voltam ott nap egy esküvőt fotózni, és láttam, hogy a fecskék isznak a vízből leszállnak, és akkor szépen szállnak a vízből, és kitált a csőre, iszták a vizet. Hú, hát mondom, mert ezeket visszajövök, én holnap megfotózni. A fecskét egyetem láttam egész délután, és már pakoltam volna el a cuccot, mikor hátrafordultam, megláttam ezeket a leleteket, és egyet kattintottam. Tehát ennyi volt a szerencse, és hát ezzel
és két nemzetközi díjat nyertem ezzel a, ezzel a képpel. Ennyi volt a történet. Szintén az ez a pár héten készült, nagyon sokat szeret, nagyon sokat járt oda ki, hát főleg tárképeket készíteni, és amikor ezen a útvonalon jövök minden reggel, akkor láttad, hogy mindig ugyanott kell fel a nap. És akkor mondom, hogy hát, ah, jó, mert egyszer itt valami őszbe állna oda. És egyszer csak beállt. Tehát, tényleg, nálam volt ugye kettes szabály szerint a teleobjektív, és így meg tudtad készíteni a útmarás környezetben ezt a, ezt a képet. Na hát ez se egy mindennapos történet, azért darázs rövidet sem minden nap lát az ember, főleg úgy, hogy egy darázs még ott szárna feje előtt, és ugye még olyan szív is, mint a szem. Tehát ez sem, ez is itt a tómba jött le ez a, ez a darázső, és jöttek oda darázsok is inni, de hogy éppen abban illeségi síkban és ott szárnál, tehát itt, itt jó kellettek és reflexek hozzá, de de azért, azért inkább a szerencse, hogy, hogy oda kerüljön. Szintén az erdei idegormunk készült a kép, amikor egyik délután bejött egy őz inni. Hú, hát mekkora dolog, hogy az ember dékájába egy őz, és akkor láttam, hogy már tízesre lőttem a gépet, amikor sordott le a száján a víz, és valahogy nézett, tele volt ilyen hullancsal a nyaka, és akkor egyszer csak beszállt elé ez az örös galamb, és akkor elkezdett inni, fürdeni, és akkor végén megrázta magát, és akkor utána elszállt. Tehát is egy akkora pillanat, hogy utána 15 percig teljesen sokkot kaptam, és csak így ültem, hogy úristen, micsoda, micsoda járás után az ember. A képeimnek a 95%-a az itt a Kiskunságon készült, ez éppen Lengyelországban, a lengyel tengerparton mentem fotózni, és akkor megláttam ezt a cserepogarat, ugye ez egy kis történet, mert az a cserepogár az ugye hátára fordult valami miatt, és itt elkezdett ugye a hátán tekeregni, és beásta magát ebbe a homokba. És tehát azt a képet vettem észre, és akkor hát ezt lefotóztam, de hát mondom, hogy ilyen jó képet segítettél már, kiszabadítottak, és akkor elengedtem, és akkor ahogy mászott el, még úgy is megfotóztam. De nyilván akkor, ha elpusztult volna, vagy valami sirály megette volna, de így meg azért lett folytatás és annak a képnek, amit készítettem. Hát türelem, igen, tehát amikor a természetfotószal találkozik az ember, akkor hát igen, biztos, hogy türelmes ember vagy. Hát igen, ez enélkül nem megy. De türelemnek is vannak, vannak úgymond fajtái. Tehát én úgy mondom, hogy első ugye a birka türelem. Amikor kiül az ember, és akkor vár. Tehát vagy jön valami, vagy nem jön valami. Tehát ez ugye ugyanannak idegbajosnak lenni, kiül az ember akár egy napra, és akkor megvárja, hogy nyilván azért nem a erdő szélédés, akkor hogy majd valami kijön. Lehetőleg olyan helyre, ahol, ahol már előtte vagy be van eredetre, vagy valami lehet. Nagyobb esélye van az embernek, mint hogy csak pusztába kijönni. Jó, tehát ez a türelem. A másik fajta türelem, amikor már kiindult nagyon sokat az ember, és akkor na, most már megyek haza. Most már kicsit nem jön semmi. Most már lement a nap. De akkor is azt is megtanultam, hogy amíg szinte a fényképezőgép úgymond lát, addig ott maradok mindig. Ez a fekete rigó is már olyan sötétbe jött be, hogy alig láttam már a keresőbe, és akkor megállt egy olyan másodpercre, amikor nem mozdul semmilyen, és elhettem róla ezt a képet készíteni, amikor már teljesen fekete volt a háttér, és csak a nagy csőre, meg a szene vitt a háttérből. Illetve a harmadik féle türelem, amit hát nem is biztos, hogy türelemnek neveznék én, bár valamilyen szinten az, inkább azt szoktam
dolgot, amit éppen próbálok, arré fújja a szél, és már az ember haját témában, hogy nem sikerül letudódni. Ez főleg makró témáknál és picit témáknál jellemző. Ez például egy képletfényen is feladhatnám, hogy mit látunk a képen, de hát eléggé tanástalan azokat látok. Ilyet tuti, hogy nem lát senki hétköznapi ember. Ez egy jégnek a, nagyon egyszerű, jégnek a darabja, 5x7 mm az egész. Ez egy 5x7 mm-es jégdarab, és egyik télen ezzel szórakoztam, hogy volt egy ilyen nagy gyerek fürdető kár, ezt kiraktam, megfagyott benne a jég, és akkor ilyen nagyon nagy makró kihúzatokkal próbálnak rajta ilyen kis formákat keresni. De hát ennek élességét megtalálni éppen ne olvadjon el, nem meg, szóval ez is ebben a kategóriába tartozott, hogy legszívesebben sokszor már lesöpölte volna az embert, hogy nem sikerül megcsinálni ezt a képet, nem éles, elmászik, akkor a különleg az nagyon fontos. Szintén egy ilyen tulajdonság a kitartás. Ha az ember talál egy jó témát, ami még úgy látja, hogy van potenciál, akkor nagyon fontos, hogy addig csinálja azt a témát, addig próbálkozzon vele, amíg csak tud. Ezek például ugye hangyalesők, kifejlett rovarok, ezek június végén, július elején kezdenek el rajzani, a legutolsó fényekkel, azt mondanám, hogy a naplementét megelőző egy-másfél órában kezdenek el röpülni. Szitekötőhöz hasonló rovarok ezek, és ilyen imbolyogva röpülnek a tavalytól, hát maximum a fél méter magasságban. És hát az is nagy dolog, ha már éles képet tudunk róla készíteni. Tehát sokszor megyek így ki, hogy első egy hétben örültem, ha éles képet tudtam róla készíteni, mert tényleg annyira kiszámítatlan. És hát láttam, hogy borzasztó jó a téma, és több éven keresztül minden évben visszajárok erre a területre, és hát egyik évben sikerült ezt a képet elkészíteni, amikor is egy nőstény, ugye jön nőstény, és kettő hím üldöz. És a kettő, első kettő pedig még egy síkban is van, és hát tökéletes kompozícióban, úgyhogy szintén nem örültem ennek a képnek, hogy sikerült elkezdeni, és tényleg ilyen kihetetlen volt, hogy sokszor még egy éles képet is nehéz csinálni, és akkor egy ilyen összejön. Ezt szóval ilyenkor készítettem, hogy már lehet, hogy még napra is pontosan egy október elején. Van egy nagyon szép kis ilyen mocsarás terület a környékünkön, és akkor észrevettem, hogy őszek vannak ebben a területen, őszek mozognak, és hát nagyon sokszor visszajártam ide. Ugye drónnal készült a felvétel, és ugye azt kell tudni a drónos fotózásról, hogy az állatokat nagyon-nagyon meg lehet közelíteni, de van neki egy technikát. Nagyon magasra föl kell menni, és ha ott kiszúrja az ember az állatot, és akkor nagyon-nagyon 2-3, akár 5 perc alatt is kell ráereszkedni. És annyira megszokja, és nem szabad hirtelen mozdulatokat tenni, és annyira megszokja, hogy tényleg most legutoljabb egy szarvasbikát, már majdnem kitöltött a kockát, olyan közel mentem. És csak nézi, és nem tudja mi, mert lassan mozog, csak áll, és legtöbbször a szele az, ami megzavarja, tehát a propellereknek a szele. Ami zavarja, tehát nem is maga a szerkezet. De ha távolról megyünk, tehát nem pontosan fölé, akkor még az sem veszélyes, és akkor egy ilyen képet fel tudok készíteni. Tehát tavaly egész ősszel itt voltam, tehát minden nap itt voltam, és ezeket az őszeket próbáltam becselekíteni, és végül is sikerült egy olyan környezetben, mintha azt is lehet mondani, hogy valami dzsungelbe készült a trópusokban, és ez a kis körös mellett, hát ez ilyen legyen. Van egy
egy barátom, aki egy osztály barátom, aki van nálunk egy nyaralója, és ő is természetfotózik, a nyugdíjas ráérő ember, és akkor néha kiszokott menni a titatóra, és akkor egyik reggel jön be, hihetetlen volt, nyest jött be a titatóra. Soha nem láttam még nyestet a titató, még élősen nagyon. És hát, hogy ott volt gyerekekkel, fiatalokkal ott, randalíroztak, úristen, mondom, hát megyek ki. És akkor persze ugye szabály a dolgok nem ismétlődnek, ezt tudnom kellett volna. Jártam egy hétig, semmi nyers szagot sem éreztem, és akkor utána voltam, hogy mondták, hogy szeretik a legvár, vittem meg tojást, meg minden, de vár, semmi. És akkor egyszer csak végig megmutatta magát, nekem is, neki persze minden nap, úgyhogy azért végre elmondtam nekem is lett egy nyers képen. Hát igen, a természet ismerete. Az nagyon fontos dolog, ha az ember természet fotózik, hogy ismerje az állatoknak a viselkedését, és föl tudjon rá készülni, hogy mit fog az állat viselkedni, illetve tudjon rá készülni, hogy hova menjen és mit fotózom. Nagyon régóta, illetve régen azt csináltam, hogy elővettem a Brém állatok világa című nagyon klasszikus irodalmat, és azt elkezdtem olvasgatni, és olyan érdekes viselkedési formákat leírt akkor abba a szerző, hogy jó, mondom, ezeket milyen jól lenne megfotózni, és készült úgy több képen, amit az alapján, a leírás alapján készítettem el. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ismerjük az állatoknak a viselkedését, szokásait, és akkor tudunk így, akkor még sikeresebben tudunk jó képet készíteni. Ugye ez például egy tölgy pálaszem nevezetű lepke, ami hát egy ilyen jó tenyérnél nagyobb lepke, és ezt csak a dunántúli tölgyesekben figyelték még meg, és augusztus közepén este 10 órától kezd röpülni. És tényleg ezeket nem tudja az ember, akkor már 9 óra megy, és nem lesz neki lepke képe, és valóban órát lehet hozzá igazítani, ha kirakja az ember egy ilyen lepedőt mögött egy lámpával, akkor elég jóra jönnek ezek a gyönyörű állatok, és akkor lehet készíteni, hogy ez olyan technikával készít, hogy egy másodperc alatt a vakum négyet villant, tehát egy jó stroboszkóp módban, és ahogy kanyarodott a lepke, pont a mozgás fázisokat sikerült meg rögzíteni. Hát igen, mindenképpen megmutatom, meteó, hogy csípte azt a meteortot. Hát, igen, állítsam a kedves közönséget, ez nem egy meteor, hanem egy iridium műhold. Ez egy iridium műhold, és az iridium műholdaknak van egy úgynevezett fölvillanásuk, amikor is úgy állnak, hogy a nap egy bizonyos szögben rásüt, és akkor egy 30 másodpercig egy nagyon-nagyon fényes csíkot húznak az égen. És erre van egy mobil alkalmazás, amikor ki lehet számítani, hogy beütött, hogy hol mi a koordináta, és megmondja, hogy melyik műhold, melyik koordinátán, milyen rektaszcenzióban, hol fog nekem fölvillanni. És hát ez a kép is úgy készült, hogy megmondta a kiszemelt műhold, 23 óra 46-kor 52 másodperctől, egy perc, nem tudom meddig, és ugye beálltam erre a gyönyörű szép szegfű csoport, az egyik buszkának a tetején volt, és akkor elképzelhetem, hogy már ott fog a meteor, vagy a műhold fölvillanni. És hát valóban nem is történt, idő van, óra, nyomtam gombot, műhold jött. Tehát nincs ilyen, nem tudom. Mi okozta azt a árnyékot? Ja igen, az úgy készül, ugye, hogy ez két expozícióval készül. Egy expozícióval, a vakuval megvilágítom a szekfűt, és utána pedig kitekerem a élességet a végtelenbe. És amikor kitekerem a élességet a végtelenbe, akkor nem ott fog, ennek a szekfűnek nem ott fog leképződni az életlen képe, hanem egy picit arrébb. És akkor
azért van az a dupla árnyék, mert mindegyik szekrénynek ugye itt van a életlen és nem megvilágított képe, amikor a éleség a égen volt. 2006 évben itt a Fehér Tón volt egy kutatócsoport, a nemzetközi kutatócsoport, ami a függő színegéknek a életét vizsgálta. És hát oda csatlakoztam be én egy ilyen fotós projekttel, és hát nagyon-nagyon sokat tanultam én ott a kutatóknak. Nyilván a függő színegék életéről nem sokat tudtam eddig, de ott két év alatt borzasztó sok információt szereztem meg, és nagyon sok jó képet sikerült ezeknek a tudásnak a birtokában készíteni, és hát még fogok is. Szintén egy emberi oldal, a megfigyelő képesség. Nagyon fontos, hogy amikor egy állatot fotózunk, vagy ha csak a természetben is járunk, nagyon jó meg kell figyelni, hogy mi történik az állatok, hogy viselkednek. Ez egy elég nehéz képesség, hogy az ember a jelenetekből elvonatkoztasson, és le tudja szűrni utána a megfelelő tanulságot. Például ugye, mikor ezt a képet készítettem, már egy fotózásból hazafelé tartottam, össze volt pakolva, és akkor távolban megfigyeltem ezeket a ilyen magas fűszálakat, amin szikakötők ültek, és ugye erről elindultak vadászni, fogtak valami rovat, és visszaszálltak általában ugyanarra, 90%-os biztonságra ugyanarra fűszálra szálltak vissza. És akkor egy 5 percig néztem őket, és akkor hát mondom, akkor ezt lehet, hogy erre lehetne építeni erre a dologra, és ráálltam egy ilyen 500-as tükör objektívvel, ráálltam a fűszára, és tehát nem is néztem a keresőbe, hanem csak amikor elszállt róla a szitakötő, akkor vártam, hogy jöjjön vissza, és amikor jött, akkor exponáltam. És hát épp pontos a levegőben sikerült elcsípni. Úgyhogy hát meg kell figyelni, hogy mik az a viselkedés, és abból lehetett. Mert nyilván, hogy a élességgel kövessem a szitakötőt, az esélytelen volt, mert nem a manuális tipogépével, egy szembe mozgó állatnak esélytelen, hogy élesen megfűt. De ha ugye ott van, amire mindig visszaszáll, addig akkor fogjuk lehet csinálni. Szintén az utatóban így szeptember végén, november elején, október elején kezdenek hetézni ezek a szitakötőt. És ilyenkor nagyon nincs madár, tehát ilyenkor kár is kiülni az izgatóra, és egyszer valamiért arra vitt az utam, és akkor láttam, hogy ezek a szintetőkök ott betéznek be a hóha, akkor itt be, hogy nem lenne volna kiülni, és akkor délután, amikor fölvászik az idő, akkor jönnek ezek a szintetőkök, és akkor betéztek be a vízbe. Itt sem ezt a képet akartam én elkészíteni, hanem egy képet,
és azt is elvitte. Hú, hát mondom, ez mekkora jelent. Nem is gondoltam, hogy a szajkó belemegy a kajája a vízbe. És akkor egy kis beton kis tálkán kiraktam nekik a matkot a vízben, nyilván egy 5-6-at előtte a partra, hogy ezeket szokják meg, és akkor utána elkezdték hordani a vízből is. Hát ennek a képnek az ötlete is az autópályán született meg, jöttem haza őszi estén, és ugye láttam, hogy a szembe jövő autóknak a fény, egy ködös éjszakán a növényzet átvilágítva egy ilyen sugaras formája lesz. Hát mondom, ez sokáig tart, ezt megcsinálni természetben is, kimentem a fához, egy ködös éjszaka, beletem a mögé egy lámpát, és kap. És az ötletet azt mindig máshonnan is lehet szedni, nem csak éppen természetesen. No, hát a jó szem az nem csak ahhoz kell, hogy az ember jó kompozíciót meg tudjon valósítani, hanem az is, hogy észrevegye a természetben a dolgokat. De valamiért nekem, én úgy érzem, hogy van egy ilyen tehetségem, hogy a nagy kuszabb fűtengerbe is meglátom azt, hogy egy kis jó dolgot valamiért annyira ráhúz a szemem, hogy nagyon sokszor előtt fordult már, hogy ilyeneket megláttam. Például ezt a elég ritka jelenet, amikor egy szitakötőnek a szárnyán három szúnyog pihent. És persze igazából mondjuk csak észre kellett venni, hát nehéz, nem nehéz, ezt mindenki döntse el, aki esetleg rájön egy lábtétlen, azt próbálja egy keresni. Ezt egyébként a fiam vette észre, ezt a kompozíciót, ezt hoztam a diófánkon, egy bókháló, és akkor bele voltak ragadva a mosésznek, és jött, 8-9 éves volt a fiam, hogy hú, akkor gyere, nagyon jó témát találtam. Jó, mondom, hogy megyek. Milyen jó témát tud nekem találni. És addig nyagadt, ott még kimentem. Ah, mondom, ez tényleg jó. Mondom, nézzük, akkor gyere, csináljunk belőle egy jó képet.
meglévő dolgokra reagálni éppen, ha nem sikerül olyan környezetet lennie, amiben szeretne. Hát például itt ez a lépidó járt az itatomra télen, csapatokban, és akkor megfigyeltem, hogy leszállnak 4-5-en, csicseregnek ott egymásnak, és isznak, lesznek egy kis kalóniát, és elmennek. És mivel nagyon hideg volt, ezért gondoltam, hogy tehát nyilván jön a pára, mínusz 5-6 fok volt, gondoltam, hogy jön a pára torkukból, csak egy borult idő volt, és ez nem látszott. És hát mondom, akkor nézzük meg, hogy jön-e a pára. Mögé tettem egy vakut, egy sárga fóliát tettem a vakura, és amikor kinyitott a csőt, akkor ezt találtam, és hát látszott, hogy valóban ennek egy pára csőjéből. Ez a kép is a kertemben készült. Télen lehetem át madarakat, jó nagy területen ki van szórva a napraforgó, és megfigyeltem, hogy a zöldkék azok elég agresszívek egymással. Tehát a felül az egyik egy gyatóba, vagy etetőbe, és akkor nem nagyon engem másra a területre. Hát nyilván egy etetőbe azért nem volt túl ízléses fotózni egy zöldkék, ahogy belegszik, ezért a fotózás napján az etetőt leszűkítettem egy ilyen 10-20 cm-es kis dobozra, és fölítettem ezt az ágat, és nyilván aki be tudott ülni abba a kis etetőbe, az ott evett, a többiek pedig beszélgettek fönn az ágon. Ezt a képet most készítettem, mint a nyáron a Máté Bence barátom, éppen puszta szerint. Mondtam már évek óta, hogy jelen már hozzá már ügyék fotózni, mert annyi ürge van a kertemben, és még nem csinál róla senki jó képet. És valami kreatív képet csinálj róla. Hát mondom, ürgét 92-ben fotóztam utoljára Ortobágyon. Mondom, de mit csinálnak ezek az ürgét? Hát, mit csinálnak? Ott vannak, dobsz neki egy répát, akkor odajönnek, szaladgálnak. Fel, mondom, előtt csinálják a képet. Hát mondom, megpróbálok. Fiamnak volt ugye 4 méteres horgászbotja, köröttem rá egy dabilt, és akkor ilyen répákat megfúrtam, egy ilyen furóval, és akkor ráköröttem a horgászbotra. És mondom, Bence, üld a fatörépe, és mondom, ezzel szépen agyusztálja a ürgéket. És akkor persze beleöltük a répát, ugye szemfeltetés, megvolt, és akkor amit tudtak, elvittek, és akkor utána pedig a maradékra jöttek sokan. És akkor hát azt a pillanat ábrázolja, amikor éppen karikára hajlott már a bot, mert rákapaszkodott a répára, és Bence fölemelte, és mikor lefelé potyan a horgász botról azt a pillanat ábrázolja. Igen, dobott egy hátas. Tehát sikerült végül a régen öntötték az ürgét. Igen, de konkrétan első 15 percben nem tudtam a röhögéstől fotózni, amikor láttam, hogy ül Bence, és két ürge van a horgászbot végén, és karikába hajlik a spitzbot. Igazából nem lehetett fotózni. Jó barátaim a Szajkók és a Mak esetet. Szintén ott vettem észre a Makkor sztorinál, hogy néha kicsúszik a csőréből a mak, és akkor belefogja a vízbe. Hát itt már ugye jég van, tehát az elég a projekt végén volt már a dolog, ez november-december eleje, és de olyan gyorsan történt a jelenet, hogy egyszer sem tudtam elcsípni, hogy ez a dolog megtörténik, hogy kicsúszik a csőréből a mak. És akkor hát mondom, akkor egy kis napraforgó olajra rásegítünk a dologra. A makokat szépen beáztattam a napraforgó olajra, betettem, és akkor minden makot, amíg kidobott, minden mak repült a csőréből, így nem volt elmondó nagy az előrelátás, szintén egy nagyon fontos fotós képesség. Ugyanis nekem nagyon sok kép van a fejemben,
valószínűséggel, mert nem kerül már, nagy valószínűséggel fölötte lesz a fa, és így sikerült elkészíteni. Ez a kép is egy úgymond fejben megszületett kép, hogy szerettem volna egy ilyen virágzó gyümölcsfát fotózni éjszaka csillagokkal, és ugye nyilván olyat kell találni, ami lehetőleg magasabban van, mint én, és a városoknak a fényszennyezését kitakarja. És akkor meg is találtam ezt a gyönyörű barasztafát egy dombtetőn, és a domb mögé tettem le egy lámpát, és a domb másik oldaláról készítettem a képet. Amikor csak a csillagok voltak, nem volt annyira izgalmas, amikor bejöttek a felhők és a kis kumalas fényei megvilágították, az sokkal izgalmasabbá tették a képet. Aztán nyilván adta magát a helyzet, hogy ezt minden éjszakban elkövessem. A nyár és az ősszel nem is volt probléma, csak ugye olyan, hogy zúzmarás, illetve havas legyen a fa, és télen, hogy tiszta, csillagos legyen az idő, na hát egy kezemre meg tudom számolni, hogy hány évben van ilyen. Szerencsére ez 2016 januárjában volt egy ilyen alkalom, és hát utána a gyógyszerre többet költöttem, mint a díjat ezzel nyertem, de végül is csak sikerült elkészíteni a képet. Ez a kép is nagyon érdekes, hiszen ez a mocsári gólyahíd, ez jobb esetben nem márciusban kezd virágozni, de ez 2014 karácsony előtt már olyan enyhe volt a tél, hogy karácsony előtt ezek kinyíltak a fáhéjéten, ezek a gólyahídek. És mondom, milyen érdekes, csináltam arra egy képen halizi képet, karácsonykor gólyahíd, oké, és utána ez 2014. december 31-e reggelén készült, amikor is bejött egy borzasztó nagy hidegfront, és akkor hát gondoltam, azokra a gólyahidekkel most mi lehet, és visszamentem, és hát elképesztő volt, ahogy ők a gyönyörű sátorvirágok, ilyen zúzmarásan be voltak fagyva, és hát fölébe adottam még egy lámpát, ami ezt a sárga fényt adta a környékére. A kép is a fejben született meg, ezért a Fülöpházi homokmuszkán készült, amikor ugye hát magában nem nagyon kicsi volt, de aztán ott egy párat még oda tettem előtte, és akkor valóval volt, akkor megvilágítva készítettem ezt a májusban készítettem, és a Nemzeti Park kiadott a honlapjára egy ilyen, még februárban vagy márciusban, egy ilyen posztot, hogy a káposztás erdőben nagyon szép béka lilion virágzás várható, és ott voltak a növényeknek a húva, mondom, azt írom magamnak, naptáramban, mondom, május 1-én, mondom, megyek az erdőbe, és hát valóban ez a látvány folyamatot, ez egy világfolyó gyakorlatilag, ami hihetetlen látvány volt. De nyilván ezt is össze kell rakni fejben nekem, hogy ezt a információt és a kép megvalósítása között ne felejtsem el. A rögtönzés. Ugye sokszor nem kész, váratlan dolgok történnek, és akkor gyorsan kell reagálni. Nem ezt egy ígot szerettem volna szintén fotózni, hanem egy utatóra mentem ki fotózni, ahogy láttam az autóval, 97-ben készült egyébként biafilmre. Láttam, hogy ott sütkér ezeket a gyík a degű fán. És akkor mondom, fotózzak. És akkor ott meditálok, leugrott egy gyík, és egy nagy lószúnyogot elkapott a fűbe, és visszamászott, és elfogyasztotta, és akkor megette, és akkor
fával, botra rögtönött horgát buttal belógattam a díjket. Ugye élt a szúnyog, mozgott, díj ráharakott, megette, nyalta a száját. Hát mondom, ennyi vagy. Mentem, közeledek is ugye makroobjektívvel, és már egész közel voltam, és mindig a másik oldalra nyalt a száját. De ugye, hol itt, hol ott? Mindig a másik oldalra. Jó, még egy szúnyog, még egy hár, akkor ott már volt egy kétel, nem jó pozícióban volt, véletlen volt, kimozdult. Na mondom, akkor még egyszer. Hát úgy látszik, hogy a négy lószúnyogra volt hitelesítve ez a díj, mert többet nem akart megenni. Hát mondom, akkor maximum szabályt szegünk, és akkor lehet, hogy holnap is itt lesz a díj. Na, holnap is ott volt. Szintén. A harmadik napra gyakorlatilag itt volt egy íg, és a kezemből így úgy ettem meg a szúnyogot, hogy ráharapott a kezemre. Tehát annyira megszokta a jelenlétemet, és akkor utána már természetesen azt csináltam vele, amit akartam. Ez a kép is nagyon sok éppen megszületett már fejben nagyon régen, hogy én szeretném valamit fotózni úgy, hogy mint a lepkét, hogy egy kapu több villanásával, hosszú idővel, ugye ez egy pakoly, csak négyszer a rávillant a vakúval. És sokszor próbálkoztam olyan helyeken, ahol láttam baglyot, hogy kiraktam egy egeret, oda feküdtem alá, majdnem tüdőgyulladást kaptam novemberben, és nem sikerült. És egyszer mentem ki tök más fényképezni egy éjszaka, és akkor láttam, hogy mentem az avarban, és akkor csörgött nyilván a lábam, és akkor valószínűleg fölfigyeltek rá, hogy miért vagy valami, és akkor elkezdtek körözni a fejem fölött, a bagoly. És hát mondom, itt a soha vissza nem térő alkalom, hogy a régi megállapodó képet elkészítsen, és ez gyakorlatilag 2 perc alatt kellett összerakni úgy a felszerelést, hogy ugye nyilván élességet azt nem tudtam állítani, mert tök sötét volt, hogy megsatszoljam, hogy körülbelül hány méterre van a fejem fölött, gyorsan kinyitottam a kocsi ajtót, leméléptem lépéssel, beállítom a kocsi első fényére az élességet. A vakúnak körülbelül tudtam, hogy mik az értékeli, már a lepkefotózásból, és föl emeltem, egyet lőttem, és ez lett a kép. Utána nem is ment a vakúj. A rögtönzés volt szintén a másik. Erre különböző nyulakat fotózom mostanában, és nagyon szép ellenfény van mindig mögöttük, tehát mögöttük megy a nap, csak hát nem mindig ülnek olyan pozícióba, hogy az a legjobb legyen. És hát akkor ugyanazt csináltam, hogy egy kis nyúltát, mögé a vakum, és akkor amikor fölemelt a fejét épp az evénkre, akkor villantottam és sárga fólia van a vakum, és hát teljesen olyan, mint a napvezetében lenne. Ugye ez elég ismert kép, ez 2012-ben volt az év természet fotója. Egy sikertelen fotózásra jöttem hazafelé a Akasztói pusztáról, és akkor ott megálltam a csatornának a hídján, láttam néhány hattyúban, ott úszkálva egy jégen,
tehát egy fűszfának az ága belógott a képbe, és akkor azt mondta, hogy túl lesz konáltam. Hú, mondom, de érdekes hatás, akkor már ő bementem a fűszfák mögé, és akkor mondom, most gyertek. És akkor amikor jöttek, akkor már tudatosan kivettem neki azt a kis helyet, ahova, ahova be fog repülni a madár, és így készült a technikai jártosság. Igen, ez szükséges ahhoz, hogy bizonyos típusú képeket elkészítsük. Ezek lehet, elég látványos képek sokszor, de ehhez nagyon, nagyon ismerni kell a fénykép, tehát fototechnikát. Ugye lehet, hogy már hamarabb kellett volna ezt a képet vetítenem, de a bagoly, illetve a lepke és hasonló technikával készül, hogy egy hosszú expozícióval többször villan a vakú, ezt tudni kell a stroboszkóp vakút, milyen energiával, milyen frekvenciával, kellett fény, milyen színhőmérséklet használok, tehát itt nagyon sok dolog játszik, és ugye ezek a cserebogarak, ugye ezek a június környéken van, amikor június-júliusban a rajzásuk, ugye ez pedig úgy készült, hogy éjszaka nyilván nem lehet élességet állítani, főleg ilyen mozgó állatokra. És ezért úgy csináltam, hogy a objektívre körülbelül megnéztem, hogy egy 30 centi, amin egy cserebogár jól mutat, beállítottam manuálisan a objektíven a értéket, és próbáltam a repülő cserebogarak után szaladni, úgy, hogy körülbelül ebbe a sávba legyen. És ugye egy lámpával kerestem a bogarat, hogy hol van a levegőben, és akkor ahol pedig villantottam, amikor úgy ítéltem meg, hogy mentem ott a 30 centi sávba. No, azért nem biztos, hogy jó lett volna meglátni engem egy pszichiáter, hogy éjszaka rohangálom a fényképezés és villog a dombon, de hát azért így kívülről lehet, hogy kicsit kritikus lettem volna magamon. Szintén ez a technika, amikor egy szuminok repül a éjszakában, ezt is szintén a kertemben képzettem, és ez is egy ilyen folyamatos fényén megvilágított és a végén ráhatkozott. Hát még ezzel a képnek a testvérével már találkoztunk a jég 5x7 mm című kompozícióban, így pedig egy úgynevezett keresztpolarizációs technikával készítettem a képet, amikor a objektíven is és a vakon is polarizációs szűrő, illetve fólia volt, és amikor ezt az ember olyan szögbe tekeri, akkor a jég ilyen hihetetlen színvilágot kap. Ezt először a interneten láttam, hogy a CD-ket fotózzák ilyen módon, és akkor a CD-knek van ilyen meg a műanyagoknak, főleg a nyomott CD-en, a műanyagoknak van ilyen hatása. És akkor gondoltam, hogy ezt ki lehetne próbálni a természetes anyagokkal, és a jég az tökéletes volt erre. És legutolsó, ugye, amiről itt eddig nem beszéltem, hogy mitől jó egy kép, nyilván kell egy esztétikai érzéke legyen az embernek. Ez érzék is, illetve tanulható dolog is. A valós látványból kiragadni azt a néhány négyzetcentiméter vagy négyzetméter, ami tényleg hatással van az emberekre, és jó ránézni a képre, az egyrészt tanulható, de kell szerintem hozzá egy belső érzék is. Ezek a képeket ezt úgy készítettem, hogy egy képkockára 7-8-10 szer is ugyanazt a témát kis elmozdulással lefényképeztem. És ettől egy ilyen festői, ilyen impressionista hatása lett a képeknek. Nyilván ezt is látni kell, hogy a valós látvány, ha ilyen formában lefotózom, akkor mi lesz belőle. De ezeket nagyon szeretem, amikor semmit nem lehet fotózni, mert rossz a fény, nincs téma, akkor kimegy az ember, és akkor ilyenekkel játszik, akkor ilyen érdekes képeket lehet készíteni. Ezt például úgy készítettem, hogy kettőt készítettem kis elmozdulásra így, utána megfordítottam a gépre 150 fokkal, és utána a lefedésnek csináltam ezt, és olyan
és illetve 20 másodperc.